아니요. 아니요. 딸은 일찍 맞아. Honorary Youth for Democracy, Alexandre Watson, Noina Minden, civil szervezet képviselteti magát, amely a demozaitalekkel foglalkozott. Akkor ki kell mondjuk azt, hogy igen, valóban egy civil összefogás indult el Magyarországon. Elindult a civil önvédelem, aminek már régen el kellett volna indulnia, és elindultak az emberek ezen az úton, ami tényleg a létező demokrácia felé tart, nem arra, ami az elmúlt 20 évben volt. Akkor, amikor egy parlamenti képviselő egyszerűen szuperpolgárá tud válni azzal, hogy bejut a parlamentbe, mert felelősségre ugyan nem vonható és vissza sem hívható, akkor milyen demokráciáról beszélünk? Milyen demokráciáról beszélünk, amikor egy banki vezető azt mondja, hol azt mondja, hogy az árfolyamgát, vagy nem az árfolyamgát, hanem az árfolyamrés, igen, az jó, utána két mondatával később pedig ugyanazt megcáfolja. Tehát borzalmas, nem szakmai munka folyik ebben az országban, épp ellenkezőleg, hanem egy érdekközpontú munka. Mi pedig civilek nem érdekközpontú társadalmat szeretnénk, hanem értékközpontú társadalmat, mert az érték az, amit atyáink ránk hagytak, és amit tovább akarunk adni a gyermekeinknek. Ha elveszik tőlünk a becsületet, elveszik tőlünk a vagyonunkat, és egyszerűen arra várnak, hogy mikor akasztjuk fel magunkat, akkor arra rajta vesztettek, mert a parlamentben ugyan a pártok nem tudnak összefogni nemzetstratégiai ügyben, de a civilek igenis összetudnak. Ma az otthonunkról van szó, az otthonokat akarják elvenni. Ha hagyjuk, elveszik a hazánkat. Láttuk a főtörvény, hogy miről szól. Mit kell csinálni, mit akarnak csinálni? Egyszerűen hülyének néznek bennünket, de ez a kávé már lepő. Tudjuk pontosan, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy megvédjük az otthonainkat, és megvédjük a hazánkat. Ez egészen biztos. A haza nem eladó.